A díjátadás előtt elhangzott, az emlékgyűrűt azzal a céllal alapították, hogy emléket állítsanak dr. Jakab Istvánnak, a rendszerváltást követő első megyei közgyűlési elnöknek, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett megyénk hazai és nemzetközi megismertetésében. A díjazott, dr. Balázs István úgy fogalmazott, mindvégig a megyei közigazgatásban dolgozott, ezért is tartja különös jelentőségűnek, hogy most éppen a megye ismerte el munkáját. Én egész életemet a megyei közigazgatásban dolgoztam, és most attól a fórumtól, a megyei önkormányzattól kaptam, aki talán legközelebb állt a szakmai pályafutásomhoz, és akikkel legközelebb munkakapcsolatban álltam. Külön is szeretném megemlíteni, hogy a ti alapítóját, Jakab István urat én még ismertem, együtt dolgoztunk, és ez emlékeztető rá is. Az ünnepség után soros ülését tartotta a megyei közgyűlés. A képviselők elfogadták a többi között a jövő évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet, valamint a közgyűlés 2016-os üléstervét. A Heves megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló tájékoztató kapcsán Szűcsné Manyor Ildikó javasolta, hogy a közgyűlés delegáljon tagot a grémiumba, hiszen annak elnöke, ifjabb Herman István, immár Eger alpolgármestere. Hozzátette, a kis településeken nehéz feladat a napi munka mellett feltárni a helyi értékeket, fontos lenne ehhez segítséget nyújtani. Herman István kifejtette, a munkához pályázati támogatást igényelhettek az érintettek, a megyei bizottság az értéktár népszerűsítésére kapott forrást. Úgy fogalmazott, fontos munkáról van szó, hiszen azok a települések, amelyek feltárják értékeiket, ezáltal kitörési pontokra is lelnek.